A világban Hollywood fotósaként ismert fényképész jelenleg ismét Budapesten él. A szakmát édesapjától leste el, aki a császári udvar fényképésze volt. Nála a szakma minden fortéját megismerte. Dunaszerdahelyen a vonalak és fényjátékát igyekezett átadni hallgatóságának. A századforduló után a fotográfia művészileg sokkal jobb volt, mert akkor még megtanulták ezeket, amit én mondok. De azóta ezt senki nem nagyon tudja. Én emlékszem, mert az apám mondta, én már 85 éves vagyok. Münchenben a Európa első művészeti akadémián mit tanítottak, én tudom. De hány ember tudja itt nálatok? Ugyan a kéznek hogy kell állni a leteszed, hogy teszed keresztbe a lábodat, hogy az geometriailag szép legyen. Ezt mind meg kell tanulni. Ha nem tanulod meg, nem tudod megcsinálni. És az a divat, hogy öten fényképeznek. Van egy sminkes, van egy artdirektor, van egy stylist, és van egy fényképész. Ami képet itt láttok, ez még egy légy sem volt a stúdióban. Én kifestem a csajokat, megcsinálom a hajukat, utána megtanítom őket, hogy kell jól kinézni, gyakoroljuk, és akkor már elég jók, akkor elkezdem fényképezni. Ugyanígy csinálják a mozit is, és azért az jó. A fényképészet hatalmas változáson ment át az utóbbi 100 évben. A mai kor emberének 5 másodperce van arra, hogy egy reklámot megnézzen az út mentén. Muszáj megcsinálni, különben nem tud eladni azt a cipőt, hogyha minden rá van írva, és valaki elkezdi ezt olvasni. El se olvassák. Én elmegy néha egy reklám mellett, nem tudom, miért fognak eladni. De csak egy cipő van rajta, és azt írják rá, hogy próbáld ki, semmi több. Akkor megnézem, elolvasom, és valószínűleg meg fog próbálni. Fotografiában is egyszerűnek kell a dolognak lenni. És hogy valószínűleg emlékszel, a nagymamádról olyan kép készült, hogy egy gyönyörű fotelbe ült, és a kezét ide rakta, vagy ide rakta. Itt ott mellette egy oszlop, egy lámpa rajta, érted? Egy gyönyörű függöny a háttérbe, nem így nézett ki régi kép? Most hogy néznek ki az én képeim? Semmi sincs rajta, csak az illető, ami pontos. Az első időben próbálták a festményeket utánozni. Ezért tették ezeket a dolgokat rá. De most rájöttük, hogy ez semmi köze a festményekhez. A hatalmas vitalitású mester még mindig tanít tárgy és divatfényképészetet. Összvissza nekem van Pesten 4-5 olyan ember, aki azt mondja, hogy kalapla, mit csinál. De ezek egy évvel ezelőtt még nem fényképeztek. És ezt tesz engem boldogra. Azok, akik már tanultak, azok nehezebb ügyek. Amit egyszerűen megtanultak, azt nem akarják kiverni a fejükből akármilyen rossz. Aki abszolút semmit nem tud, és úgy kezdi el, azok a nagyon könnyű boldogra.